Nagyon sok szeretettel köszöntünk benneteket ismét itt a Trollfoci YouTube channel mai adásában. Nem tudom miért, valamiért múlt hét óta az indulós rész ott nekem a fülemben a Hajrá Sényő, Despacito pörög. Ez van, úgyhogy ilyen dallamtapadásom lett, de ma nem ez lesz a témánk, hanem kutyaütő légiósokat szedtünk nektek megint össze. Gazdag Péter barátunk küldött ismét nekünk 11 nagyon jó jó játékost. Hoztunk hozzá videókat, infókat, lehet, hogy még poénok is lesznek. Nem mondták meg a sört, mert egyfolytában azt mondják, hogy nem mondjuk meg a sört. És a pólókat, ez most nem a reklám helye. Ja. Hú, ez igen, ezt Kolozsváron kaptuk. Ugye mindig azt szoktam csinálni, hogy a forgatásokra utólag azokat a pólókat, amiket kapunk, valahol fel szoktam venni. Kolozsvári még nem volt rajta, most megtaláltam a szekrényben, pont szembe jött velem, úgyhogy úgy gondoltam, hogy felveszem ezt a februári kolozsvári forgatásunkat. Kaptuk a... melyik, hogy hívják a kocsmát? Domino? Domino. Kocsmára. Eltöltöttünk egy két órát. Kolozsvár szurkolóktól, nagyon szuper kis póló egyébként, igen. Ez a Kolozsvári Vasutas Sportklub eredeti címere itt alul. Ez meg nem a reklám, hogy a Peaky Blinders, hallod, valami 20 komment volt, hogy honnan vettük a pólókat. Ugye nem a reklám, hogy nincsen Trollfoci kuponkód, a Cashwell Budapestben, Király utcán, a Chelsea barátunknál, ahol nem csak pólót veszel, hanem kapsz egy szolgáltatást. Igen. Elképesztő. Bemész, bármikor el lehet ott tölteni két órát, mert nagyon jó eldumálgatni az eladó srácsal, és ez most tényleg nem a reklám helye, nézzetek be hozzá nyugodtan, Király utca, nem tudom hányas számolat, Kezsúja Budapest, bolt. Jó, kezdjünk, nem? Kezdjünk. Az első delikvensünk egy román légiós Kisvárdán ugye játszott, te ugye nem tudod kimondani. Nem, én nem tudom, Mihály Minkö. Mihály Minkö. Minkö. Nem tudom, hat meg. Na, akkor ő volt ugye az a három román légiós egyik, aki nem lopta el a kocsit Várdáról. Hát ő ott maradt. Igen, és nem dobbant ott. Nem, hát ez benne volt a hírekben mindenhol, ugye, hogy a két román légiós dobbantott a Kisvárda céges autóival. Milyen Minkö maradt, bárcsak nem maradt volna, mert ugye Dombó Dávid barátunk helyett berakták őt egy mérkőzésre, amit mindjárt megnézünk, de ugye kezdjük azzal, hogy ő a román Van Damescu. Emlékszel a Véres játék című filmre? Persze, amikor a Van Damme nyújtott a két széken? Frank Dux. Pózolgat a film. Sima. Gyulafehérvár, Zlatna, Rapidba játszott Buzou. Kolozsvár, és akkor ugye Voluntártó, az a Hadzsinak a csapata, azt hiszem, ha igen. Minden igaz. Igen. És akkor jött át Kisvárdába, és most ugye ő is a... a Without Club nevű csapatot erősíti, mint oly sok játékos, akiről itt szoktunk beszélni ezekben a részekben. De hát ez nem véletlen, mert mindjárt nézni fogunk tőle egy óriási potyát, amit még nem is olyan régen Sigér Dávid ellen szedett be a fiú. Nem, hát ezt ne, gyerekek. Csata durva, hogy még a Sigér is meglepődött, mert hát ezt így beívelésnek szánta. Nyilván, föl sem nézett, mikor beadta. Semmi. Mondta, beveri, belőbből, összeszólt belőbb, mert valaki csak érkezik. Na. Hát nem kell, érkezett a román kapusa, a Kisvárda román kapusa, és hát beboxolta konkrétan. Ahogy illik, szépen betenyereli. Hát ugye ezért az első számú kapus Dombó Dávid barátunk, akit szerintem már minden epizódunkban megemlítettünk. Igen. Hozzáteszem itt, hát most ezt lehet, hogy ki fogjátok várni, de akkor is el kell, ki kell mondjam magamból, hát átállt a kapus a Fradihoz. Én csak ennyit mondok, hogy átállt. És én ezt nem is akarom tovább szaporítani. Ennyi. Szerintem érti mindenki, hogy van szó. Nem kell. Na, Mihály Minkö. Nagyon sok sikert kívánunk a Vidal Club nevű csapatnál. Picit félek. Ugye a következő delinkvensünk Yuri Habovda, ugye, akiről most volt szó az oldalunkon is, meg azt mondom, a nyugat.hu is lehozott róla egy eléggé ilyen lejárató cikket, és ő nagyon-nagyon kiakadt a Facebookon. Tehát ő megmondta, hogy ti mind csipzabálott, dagadt férgek vagytok, akik megmondják, hogy hogy kéne focizni, blablabla, bla, de ő tudja a saját útját, amit ő bejárt. Ugye, amit mi tudunk róla, az mi? Az, hogy mindegyik csapat, amelyben szerepelt eddig, az konkrétan kiesett az NBA-ből. Hát, most ő olyan, mint az a sportletes csávó, nem? Hogy mindig segíteni akar, hát ugye mindig elkurott. Hogy a Gazdag Péter barátunk írta róla a jelzést,
Egy új csupasz pisztoly című filmbe elmenne, ahova megy, ott minden összedől. Balmazda kiesett, ingyen átment a Alihoz, amivel szintén kiesett, idén triplázott, most a DVS-t is segítettek ki. Hát igen, kiestek. Na mindegy, nem kell ránk egyébként haragudni, mert igen, csipzabálók vagyunk, néha a sör mellé például tökre szeretjük a kis sósat, és hát a lábad körme alatti piszok sem, annyit se érünk, mint a lábad körme alatti piszok, de hát mi ezért vagyunk, tehát... Trollfoci. Trollfoci, így van, így van. Figyeld, milyen kis... És ilyen kis modell csávó, csak ez a... Divatos mostanában az a belenyírunk. Hát ez utoljára 90-es években. Scooter, nem olyan. Volt divat, úgy körül Péter André. Ja. Jut eszembe hirtelen. Mysterious girl. Egyszer olyan felső testem lesz, mint Péter Andrénak, akkor... Azon fogok svajtot reszelni. Akkor Gyuri Habovda már nem mondhatja többet, hogy chipzabáló vagyok. Na, Carpathy Viv. Krivbasz, Carpathy, Without Club, jó, Grani, ő már megfordult a Without Clubnál kétszer is, ahogy elnézem, csak mind a kétszer tovább igazolt. Háromszor! De nagyon durva hallott, hogy 18 volt a szegény basszus. Nyilván nem ült el rólam, ugye, nem, a futballcsapatjáték, meg tényleg NB1-es játékosról beszélünk, ő eljutott oda, mi nem. Mm-hmm. Én csak azért, mert jött a chips, igen, meg a sör. De ugye hát mind három csapatával kiesett. Három éven belül három csapattal kiesett az NBA-ből. És ezek csak a számok. Tehát ezek a száraz tények. Itt nem, ez nem személyeskedés. Abszolút nem. Ezek a száraz tények. Ez ilyen. Abszolút nem. Azt mondja, makas dolgok. Nézzük meg a gólját, ami amúgy ugye nem kicsi. Nem is volt, ja. Nem volt kis gól azért. Gál. Nem rossz az gól. Figyelj, ki megy ünnepelni. Jön a haverja, figyelj. Menj magad szíve! Húzzál magad szíve! Mit lökdösi ez? Még hátra is néz, hogy ez meg mi a fenét akar. Óriási gólt ragasztott, hallod. Jó, mondjuk Antal Bottinak sok mindenki lőtt már gólt az NB1-ben. De erről, itt nem volt benne. Erről Antal Botti nem volt benne. Tehetett. Ez egy gyönyörű, tényleg szép találat volt, Gyuri. Úgyhogy hát kívánunk neked sok sikert azért a következő csapatodhoz. Remélem nem a Fradiba igazolsz. Remélem nem a frissen feljutott PMFC-hez igazolsz az NB2-be. Henry Isaac Nwosu. Na, ő egy nigériai fiatalember, aki úristen, bazd meg, hány csapatban játszott, és hány Without Clubban, jó isten. Igen. Ő is a Frankfurtnál kezdte, illetve, hát ahogy nézem, még Lengyelországban a Vucsnál, azt hiszem úgy ejtik. Aztán utána a Frankfurt utánpótlás bázisán nevelkedett, ami azért nem lenne önmagában egy olyan rossz ajánlólevél. Megfordult itt a St. Pauliban, Hapoel Tel Aviv, Sandefjord, Reykjavik, az nyilván kiló, de az, hogy Sandefjord talán egy ismerős csapat, meg a máltai QFC-nél. És onnan elhozta... A Without Club, és a Without Clubtól jött a Siófokhoz. Ahol, hát nem alkotott maradandót, azt azért tegyük hozzá. 7 NB1-es meccsén nulla gólt szerzett, de legalább volt egy pár csúnya, daráló becsúszása a fiúnak. Azt írták róla, hogy ő nagyon-nagyon gyors volt, csak egy dolog zavarta. Hát a labda. A labda. Ezzel már nagyon sok játékos volt így, nagyon sok játékosra elmondtuk, aki szerepelt már a hasonló videóinkban. Na, hát itt van egy 10 perces highlight videója a fiúnak, ami mindjárt egy Bob Marley dallal kezdődik. Most mi történik? Fejel egyet, igen. Ennyi? Igen, itt ennyi volt történet. Itt volt egy jó beívelés, szerintem. Ez gól? Ez őrült? Nem, ez a gól. Ja. Itt egy óriási gólt rúgott az ember, az oké, csak itt én végignéztem a videót amúgy, és szerintem élete összes passza benne van ebben a videóban. Tehát komolyan mondom, hogy nem az, hogy gólok, vagy ilyesmi, mit tudom, ilyen bevágta ilyen leszre futásait, meg ilyenek, tudod. Keressetek rá, sok highlight videóját nézzétek meg, Levi végszenvedte, nem volt jobb. Igen, most mennyi ideig volt ő itt? Mindegy, nem sok ideig, legalább Siófokon. 7 meccs, 0 gól. Ennyi, még mindig. Siófokon volt, hallod. Gondolom lement az Aranypartra, Petőfi sétány. Renegédbe. Renegédbe, spagetti házba. Flörtbe nyomta így, verette. Azt mondja, hogy Egedjuru Gaclav Ukwuoma. Hát a Gaclav néven futott ő, mint
Isten szerelme, de hát a jó Isten azért annyira nem szeretette a fiút, hogyha hát ha csak ennyi teljesítményt volt képes letenni. Na, hát nézzük, milyen csapatoknál volt ő. Magyar és nigériai állampolgár. Na, hol szerepelt? Kaposvölgye, ugye Nagyberki, Kaposvár, PMFC, Kozár Misleny, Dunaújváros, Iváncsa és Bicsker. Arra azért nagyon ügyelt. Neki szerintem azt mondták, hogy igen, hogy ott mit, hogy Mordor van. Ne menj a Dunántúlra, tessék. Ne, vagy nem szabad. Úgyhogy tényleg így megmaradt itt. Tehát a Dunántúlon így full. De tényleg a Dél-Dunántúl összes valamire értékelhető csapatát így végigjárt. Nem, ez olyan, mint a izé, mint a Laposföld elmélet. Ő is azt hitte, hogy ott, mint ahol folyik a Duna, ott izé, utána leesel a szépen. Ja. Sose járt még tovább. Kész. Nigériában följött ide, itt vége a világnak, az gyerekek. Maradok a Dunántúlon. Na, de hát jól érzi magát. Hát nem el van, jó levegőm van. Jó dunántúli levegő. Jó borok is vannak arra fel. Azt mondja, hogy rengeteg megyei szintű kicsapatba vert a gólokat, azt hitte, hogy talán az NB1 is, az NB1-ben is ez lesz. Szerintem a fiúként Goszláv középső néven futott, beceneve Gattuso, illetve az Attila. Lehet, hogy Attilának hívták. Mint Kecskeméten volt régen a Janik, tudod? Igen, Janika. És a Janika, hát ez mindenkinek Janika volt, az öregek csak Janikázták. A Kaposvár is a PMFC is kipróbálta, egy büdös gólja nem volt, viszont a Dunaújváros játékosoként ez is tudott egy gólt verni. Kinek? Pécsnek! Hát kivácsnak! De új basszus, aztán utána vissza is vették őt Pécsre, ha minden igaz. Viszont szeretném így a videó előtt figyelmetbe ajánlani a VB munkát, de figyeljük a középpályán, ahogy nem akar odalépni a játékos. Tehát semmi szerelési kísérlet, és majd ott, hogy a 16-os előtt borzalom. Aha. Elfejelik, aha. Össze-vissza. Figyelj, Márkvárt semmi. Oké, megkapja, vissza. Körülötte négy. Négy ember. Négy. Három, bum. És a szélsővédő se sietett oda, hogy elérje. Gyerekek azért ennyire nyilvánvalóan ne. Na. Hogy meg egy ilyen is gólt rugatunk, most komolyan. És ezzel nyert a Dunaújváros, tehát egy 3-2-es eredmény. Mindegy, nem gyanús, semmi. Egy évig tartozott Somogy megye fővárosának csapatához, ezen idő alatt 18 NB1-es meccsen 0 góli jutott. Én nem volt meglepetés, hogy nem tartóztatták, amikor 2010 decemberében bejelentette, hogy DJ-nek áll. Viszont 11-ben alájött a Pécshez. Hát valószínűleg nem jött össze neki a DJ karrier. Már a foci, igen. Igen, látod, ennyire. Martin Kayongo Mutumba. Mutumbára mindig a Dikembe Mutombo megvan, még Mutumba, a Denver Nuggetsből. Persze. Denver Nuggets? Azt hiszem az volt. Óriási nagy blokkoló csávó volt még annó, ja. Azt mondja, ugandai csávó, de hivatalosan svéd állampolgár. Szélső, papíron a svéd Ronaldinho-nak nevezték. Ehhez képest Fejlváron kötött ki, egy cseszett gólt se talált, 3 évre szerződtették, 11 meccs után viszont megköszöntek a közreműködést. Glenn Herder személy... Glenn Herder. Emlékszem, volt egyik korábbi epizódunkban szedtük elő ezt a Glenn Herdert, ugye ő is a pop szakma felé próbált mozogni. Hát ez a Kayongo Mutumba is, ugye rap karrierbe próbált kezdeni, de hát valószínűleg nem lett túl sikeres. Hát szerintem többen megnézték a Komárom kislány videóját, hallod, mint ezt a rap klipet. Az olyan, hogy YouTube-on futottak be... Afroamerikaiak? Igen, igen, de magyarországi orvostalgatók is énekelnek mindenféle ilyen... Hú, eszembe fog jutni, bazd meg, várja, túros csúszta. Nem. Ah! Rétes liszt. De jó hangja van a gyereknek.
Búzadara. És basszus van, 1.800.000 megtekintés rajta. Hát ez tök jó. Miért? Tök jó, hogy a gyereknek. 2319. Jó. Tanuljunk svédül, Levivel. Igen, Sveriges beste rapper. Ezt szerintem ő írta oda magának egy másik profilról, hogy ő Svédország legjobb rappere. Ezzel az, szerintem a Dr. Albán vitatkozna. Tényleg, ő is svéd volt. Dr. Albán, persze. Fogorvos. Nézzük, hogy ő honnan indult. Aik. Aik, miért? Mit akarsz? Jó csoport. Finnország Inter, ugye aztán Videóton. Elment Törökországba, Vidal Club, utána Brach Ahan, az hol van basztus, az milyen ország? Irán? Vagy India? Mindegy. Ja, Irán lesz aztán szerintem az átolatja. Elment egy olyan csapat, amit nem bírok kiolvasni. Bromapoikarna. Bromkarna, azaz. Öbrite, és most visszavonult, azt mondja. Visszavonult. A Szirianszka FC. Jó, hát letett talantot. De Magyarországon egyébként a Videótonnál játszott, azt nem tudom, hogy játszott is? Nézzük meg egy kicsit ott a kis összegyűjtött doksünkban, hogy azt mondja... 11 meccs, és ennyi. 11 meccs. Na, egy cseszett gólt se talált. Milyen váratlan fordulat itt ebben a történetben. De nem baj, hát ezért a rap karrierét még megpróbálta beindítani M9 néven. Ez egy nagyon gangster, nem? Vajba. M9. Vajba című számmal. Hát, ja, nem tudom, mi van veled. Reméljük, jól vagy. Henry Ennifultogé focista. Elvileg középpályás, a belga standard adta kölcsön az Újpestnek, ott nem tudott magából mit kezdeni, gólt se verni, és szintén kölcsön meg Kecskeméten kötött ki, ott már jobban megszokta a Lila Mess, mert összehozta az egyetlen NB1-es gólját a Videóton ellen, még mindig csak 27 évesen elment levezetni Ciprusra, ahogy egyre délebbre halad a fiú, úgy jönnek elő belőle a gólok, Belgium 0, Újpest 0, KT 1, Ciprus 5 gól. Na, itt a megoldás, gyerekek. Látod, itt az előbb a, hogy hívták a kollégát, aki itt a Dunán túlon, Gotzláv. Na, a Gotzlávnak is lehet, hogy el kellett volna indulnia itt délnek, így a Kecskemét, Ciprus vonalon, és akkor jöttek volna neki a gólok inkább. Na, nézzük meg azért ezt az egy gólját, amit itt vert ez a fiú a Kecskeméten. De mondom, Eninful azért az újpestieknek szerintem így biztosan ismerősen csak, mert Újpesten nagyon sok meccsen lépett pályára, derbikről is emlékszem így a nevére. Azt. Na. Ott a fejes, és kifejelik a kapuból a Fehérvárja, Eninful, gól! Hát nem az évezred gólja, azt tegyük hozzá. Nem. Azt azért látjuk, de hát egy ilyen lecsorgulat, de nagyon bénán lőtt. Ilyen... Hát most lehet, hogy tulajdon fog mondani, a Luca Toninak voltak ilyen bénán, nagyon bénán tudta meglőni a labdát a gyerek, nem? Hogy ilyen esetlen volt a mozgás. Hát, hát akkor hát Eninfult összehasonlít Luca Tonival. De figyelj, egyetőbb NB1-es gólya van mind nekünk. Ez igaz. Azt mondja, hogy standard. Na, a standard is teljesen jó csapat. Ja, tényleg ezt elmondtuk már. Igen, az a Újpestnek a... Az ilyen... Valami fiók csapata volt hát, az korábban, nem? A belga van ott, nem? A Düsseldorf. A Düsseldorf, vagy ja, nincs. Ja. Szerintem annak volt a csapat, vagy voltak ott valami érdekeltsége is akkor. Hát a Sanderlistől elég sok játékos érkezett az Újpest az annak idején. Most nem tudom, most mi a helyzet, nem tudom, annyira most már nem jellemző ez a belga vonal. Hát most meg az FC Laktiba játszik a fiatalember. Mm-hmm. Veretes finn bajnokság. Mm-hmm. Ők is elvertek minket, úgyhogy nem tudom. Ez az, hogy szép dolog itt lehúzni a finn futball, de hát igen. Ja. Harumna Jamek. Gambiából. Gambia. Érkezett. Gambia. Hát megnéztük a szülővárosát, találtuk egy tök jó videót. Na, emberke fejkamerával végsétál. Ezt nézd meg, Bence. Mit egy cigit tesó? Busz egy gyerekeket. Mennyi az idő? Te forradom út. A fejkamerádom út, és hogy mennyi az idő. De már látszik, hogy topog felé, hogy itt valami kérdés lesz, hogy vagy cigit, vagy aprót szeretne kérni az úriember. Ott parkol a Józsi. Viszont van neki is highlights videója. Ez szerintem így mindegyik, amit mondtál az előbb, hogy volt egy jó passzuk, akkor azt így összevágatták. Mind a 23 jó passzokat, amik voltak karrierjük során, és egy ilyen felesége rakta ki, ugye? Highlights videóban. Igen, a felesége rakta ki. Tegnap rákerestünk Facebookon az úriemberre, Harumna Jamekre, és hát szép magyar felesége. Igen, igen. Itt él Magyarországon valószínűleg. És mondom, a highlights videó volt, ez egy 10 perces, viszont ő legalább lőtt gólokat.
Azt mondja, hogy Honvédhoz jött, de onnan lepaszolták a Kaposvárnak, onnan játszott a vége az összes NB1-es meccsét, 3 év alatt 53 meccs, 4 gól. Ahhoz képest a csatára fiú nem a legveretesebb, ki is estek, ja, meg még bepróbálkozott a pápánál, közben elterjesztették róla, hogy ebolás, úgyhogy nem nagyon akar csapata. A balatoni vasas csapatában levezett 29 évesen, de magyar felesége van, úgyhogy itt is maradt. Balatoni vasas. Egyébként utána néztem, nem tudom, hogy volna ilyen, hogy balatoni vasas. Én azt hittem, ez egy siófoki csapat, gondolom a siófoki bányásznak valami második csapat, a fiók csapata, vagy városi rivális. Ha tudjátok esetleg ennek a sztoriátok, hogy nyugodtan kommentben magyarázzátok, illetve mondjátok el nekünk. Mi addig itt megnézzük a fiúnak a gólját. A Debrecennek rúgott. Szívanom egy szava jobb oldala. A beadás is tökéletes. Balázs Benjamin a legjobb. Többé egy nagy szak. Ó, de ez a Benike. Hú, milyen kis cselló volt. Szép volt az ívelés is. Csak bele kellett rakni a fejét a gyereknek. Ennyi. Azt mondja, rúgott még itt a fiatalember gólt, mm-hmm. még a Siófoknak. Siófok ellen is van. Siófoknál védelmi hiba? Dehogy is. De ez ugye az a Siófok. Ez az a Siófok, igen. Ez a 2012-es Siófok. Ez ugye? Az a Siófok. Ahol szerintem még az a Sör is rúgott volna egy gólt annak a védelemnek. Jó, azt mondja, nézzük meg az utolsó gólját, és Bence egy merész tipp, hogy kinek rúgta ezt a gólt. Na? Nem hiszem, hogy Pécsnek. De! Hogy találtad ki? De most már lehetne egy egész részt csinálni. Hogy kutyaütők, akik gólt lőttek a Pécsnek. Igen. És csak beleesett valahogy a labdába itt is. Hallod? A gólya után a szaltója azért sokkal látványosabb volt, mint a gólya. Azt azért nézzük meg. Valami egy fejes, majdnem egy kifelé. Tap, figyelj, páf, ott belerakta a lábát, azt már el akarta lőni, nagyon bénán, de másodszorra végül is sikerült. Figyelj, gól, gól. Megadták. Mindenki boldog. Ennyi. Főleg a pécsiek. Akkor menjünk tovább, azt mondja, hogy Myron George. Kosztarikai csatár, Dán bajnos. Hát ő most volt itt, nem? Nemrég. Valami dereng, a neve az valahonnan ismerős. Valami dereng, de azt mondja, le is passzolta meg kispest vissza Dániában, minden igaz. Nekem úgy rémlik. Kölcsönbe érkezett Kispestre, talán a Mityillantól, nem Mityillant? Tudom. Mityillant, aki azért ami nem egy olyan nagyon rossz csapat, de hát ott valószínűleg nem tartozik az első, de még a második vonalas futballistákhoz se. Úgyhogy ezért is járt Magyarországon. Hát a Honvéd, nem mondom, lehúzott most egy jó fél évet. A jó az persze erős költői túlzás, mert azon a néhány meccsen, egy-két meccsen, amin pályára lépett, hat meccsen, közben puskáztam, hat meccsen egyetlen gólt azért sikerült szereznie, tehát annyira nem tette itt le a névjegyét. Lehet, hogy a Honvédnak volt opciója is, hogy leigazolják, de valamiért nem éltek vele. Azt nyilatkozta, hogy a szurkolók hamarosan meg fogják tanulni a nevét. Aha. De az a baj, hogy már most nem tudom a nevét. Ez az, hogy most olvastunk fel is. Most puskázok, Myron George. Ugye játszott a Valarengában, régen mindig a FIFA nem tudom hányban Valarengában voltam, és megvettem a keneseit. És 49 gólokat rúgdostam vele. Jó kenőt. Aha. Na, nézzük meg a gólját neki, amit azt hiszem a felcsút ellen rúgott, ugye? Ja. Jön mellette gazdag, csak éppen a gazdag mögé, a csele viszont jó gazdagnak, ugrai kéne hosszú, George kapja, George! Nem ügyetlen a gyerek az, mert... Nem. De most nézd meg, hogy mutatja is, hogy... Figyelj, mutatja, kiúrik, a sebessége az parádé. Jó, azért kellett volna, ez kellett egy felcsút védekezés is. Aha. De figyelj, ez egy jó felépítésű gyerek, gyors, nagyon gyors. És a gólya se volt csúnya. De hát valami, biztos akkor az edző nem szerette. Csak azért nem lett belőle nálunk itt a Honvédnál nagyobb futballist. Nálunk alatt Magyarországot értenem, úgyhogy Honvéd szurkoló vagyok. Arab Naim. Kezdjünk George Darda nyilatkozatával. Naim már a középső védőként és a középpálya középen is bevethető. U21-es válogatott volt, és Sárlaruából ismerem Balog Tibor. Balog Tibi. Balog Tibi meg a bandája. Balog Tibi. Behozták be Balog Tibi. Cső! Kőkemény vagyok, bazd meg! Hallod? Cső! Balog Tibivel és bandájával senki nem szórakozhat! Tibi meg a haverja
tagjai beszállnak a bizniszbe. Szóval Balogh Tibis a bandája hozzá. Ne Tibis! Ne Tibis! Nem, az másik Balogh. Udon Tibi! Ne Tibis! Basz meg! Tibi, basz meg! Meg basz az áram! Tibi, basz meg! Megkúr az áram! Segítsél! Na! Na, szóval Balogh Tibi! Azt mondja, Balogh Tibi ajánlotta. Azt mondja, jó lehetőség volt, hogy meg tudtuk szerezni. Első ötésen láttam már, hogy, hogy erősítés lesz, jó szervező, gyors, jó fejelő, jó passzoló futballista. Ezt tehát most mindenki jegyezze meg, hogy jól fejelő, jól passzoló futballista. Jól szervező, gyors. Tehát tulajdonképpen ő egy kibaszott André Iniesta. Egy fő nyeremény a gyerek. Na, az Újpest 2012-es szezonjában fix védőként szerepelt, tehát ő volt állandóan a kezdőcsapatból. A 16 csapatból 13. lett abban az idényben az Újpest. És hát csináltak róla egy ilyen videó összeállítást. Az a folyam, hogy a hibáiból csináltak. A hibáiból. Na, Naimarab, hibái az Újpest játékosakért, de hogy külön egy videót csinálnak, beszarok. És figyelj, elkezdődik, és mindig bekarikázzák. Lerúgja az embert, mint a szar. Még bekarikázzák, és mit csinálsz itt? Hú, az ember, ez hótvakon van. Nézd meg! Fogalma nincs, hogy melyik bolygón van. Semmi! És a saját lábában elesik. Szegény Balajca. Itt viszont nagyon szépet fejelt. Egyetlen technikai probléma volt valahogy a saját kapujával, de hát ezt nézzük el neki. Gól-gól, nem? A Balajca hogy utálhatta? A Balajca szerintem ebből szült bele. Második ön, még egy öngól. De mit akart itt? De ő sem tudja. Az a helyzet, hogy Balajca is néz, hogy ezt nem hiszi el. Itt mit akar? Balajca kész. Igen, jött egy ilyen fos labda. Balajcának tényleg annyi dolgát, hogy kilép és így megfogja. Nézd meg. Kilép, és mit csinál? Jól fejelő, jól passzoló játékosról beszélünk még mindig. Láttuk. És pont a Győr ellen, aki szerintem ebben az idényben lettek bajnokok a Győr a Pinyővel még. Itt van a legújabb emberünk, Albion. Mi? Abdiáj. Abdiáj, DVSC csapatában játszott, albán származású, svájci születésű, Grasshoppersben volt még egy fél éve szerződése, kölcsönadták a Lokinak. Egyetlen gólya felcsút ellen esett, 21 meccsen csatárként. Hát nem akarták ugye leigazolni, most a Vibornál van, a Dán 2-ben. Ja, és ja, nem, elbasztam, a vidáltabb játékosom most megint a csávó. Mi más? Jó. Egyetlen gólya a felcsút ellen, ezt nézzük meg. Hát nem a Pécsnek rúgta, na. Ezzel nyugtatja magát, végre egy játékos, aki nem a Pécsnek rúgta. Én nem volt ez egy csúnya fejes. Nem. Annyira. Húra szépen jött a gyerek, nagyon. Nagyon ívelés. Elugrott, becsúsztatta. Hát neki nem kellett sok gólhelyzet ahhoz, hogy betaláljon. Azóta se. Without lab az lesz itt is, tudj? Nem, nincs, de most van without lab. Hoffenheimbe kezdett a csávó, basztus. Hoffenheim, Zürich, Wolfsburg, Grasshoppers. Adani, FC Vaduz, a méltáhíres FC Vaduz. Azt azért tegyük hozzá, világverő. Debrecen, na mondom én, nem voltak, nem olyan rossz csapatok van. A Grasshoppers az csak azért tűnik nekünk olyan jó csapatnak, mert ugye... Fradi valami, de nem értünk, ők rendszeresen Svájc egy, svájci, mi az? Svájci NB1-be vitézkednek, nem? Na! Mindaugas, Malinauskas. Debreceniek biztos emlékeznek rá, és bár a kiesés, a Loki kiesését most már nem tudjuk Malinauskas számlájára írni. De! De! Miért nem tudnak? Mi az, hogy hívják a csávót? Szelim Buadla. Azaz, a Buadla. Ő a hibás mindenért. Ő akkor a lejtőn elindult a Debrecent, és most így NB2 lett a vége. Szelim Buadla. Malinauskas viszont, hát a Lokomotív blog írta róla, ugye a Loki szurkolóknak van egy ilyen kis blogjuk, ilyen trükkös, nem? Lokomotív blog, és csináltak egy ilyet, hogy Rémálom 11. A következőt írták róla,
talán nem csak az elmúlt 20 év, de a DVSC teljes történetének legrosszabb kapusa volt a litván Hálóőr. Azért az így elmond valamit, nem? 2010 nyarán egy jónak mondható Diósgyőri fél éve után igazoltuk le az akkor UEFA által eltiltott Poleksics pótlására, azonban hamar bebizonyosodott, hogy, hogy egy ügyetlen kapusról van szó. Számtalan potyát beszedett, a csapatnak sem ment abban az időszakban, bár legalább az Európa Liga csoportkörébe bejutottunk. Sokan azt mondják, hogy gyenge teljesítményében közrejátszott, amíg Diósgyőrben összeszedett fejsérülése. Szerintem meg csak ennyit tudott. És idéztem. És Barta Csaba, ugye a DVSC sportigazgatója, miatt leigazolták volna, hát egy olyan kapust akartak odahozni, aki tényleg oda tudtak állítani vonalra, tehetséges, minden, hát nem Marina Uszkász volt az. Illetve de, ő volt az, csak nem volt tehetséges. Igen. Na nézzük, akkor potya gól a Vasas ellen. Itt mi az Úristen csinál, bazd meg? Neked mi bajod van? Azt azért figyelhető, Sport egy közvetítés, és szlovákul beszél az ember. Nem magyarul beszéltek. Aztán ugye átment az Atlanta csapatába, ugye? És ja, ott is, ott is. Itt is kapott egy akkora gólt, basszus. Hazament Litvániába vár levezetni, mert nem tudom. Azt figyeljétek. Egy évvel és alászaladt. Kijött a rokonok elé, ahogy szokták mondani. Mi volt itt az elképzelés a csávónak? Na mindegy, azt mondja, és akkor ugye volt neki az egyik legnagyobb. Metalist ellen, a Hartig ellen. Na, ott megy el a szélen, a gyerek elfut, és alapvonalról. Nullszögből gólt kapott az ember, hallod? Érted, 3 méterre, úgyhogy ott áll a kapufánál, még így támasztja is, majd látja, hogy jön a gyerek, és így kilép. Hogy hát gyere, ember. Rúgd be itt mellettem, légy szíves. Questor. Questor utazás. Ez nem mi, ez a videóban volt így benne. Én befizetek rá, miért nem, mi bajom lehet? Semmi, Questor? Jó Questor utazás? Most kell Questor részvényeket venni, gyerekek, most olcsók. Ilyenkor kell bevásárolni. Most majd, ha jövök itt a nagy limuzinom, akkor meg majd irigykedtek, mi? Na, szóval a Questor utazás, egy kávé mellett megbeszélhetjük. Ja. Jó van, hát köszönjük szépen, hogy ma is itt voltatok velünk, és gazdag Péter barátunk is ismét. És Gazdag Péternek, nagyon nagy király, hogy köszönjük, megint küldtél nekünk pár ilyen srácot. Hétvégi tervek. Hétvégi tervek, igen. Képzeljétek, megyünk Cséfarasztra, lesz egy ilyen kis trollfoci minitorna. De lehet jönni bárki. Ja. Úgyhogy addig lemegy műsorba, tényleg, hát csütörtökön kimegy. Úgyhogy szombaton, hogyha gondoljátok és akartok velünk találkozni, akkor nézzetek át Cséfarasztra a futballpályára. Ott leszünk valószínűleg a környéken, illetve a futballpálya mellett abban a kis szerkezet. Mondjuk így. Az emberünkkel. A Mazsi ABC? A Mazsi ABC. Vagy a Mazsi ABC-ben. Ott engem megtaláljátok. Leszünk a Bencét. Ott találjátok meg minket, meg a pálya mellett aztán is. Ugye, hogy nehogy elfelejtsétek, aztán 25-én megyünk mezőtúra, a borsodi trollfoci tornára, aztán megyünk Erdélybe, meg minden nap szerintem az ittszerve megtaláltok minket. Ugye Ádám barátunk is megtalált minket tegnap a kedves feleségével. Igen. Azóta is fekszik ott, mert nem ír fölkelni. Ja. És mire kimegy ez a videó, valószínűleg már csapolt borsodi ipát is lehet nálunk kapni, a sima borsodi, meg a borsodi hoppi mellett, ami egyébként volt jó, mert tegnap is kicsit rámentünk a Leventével megint. Most tényleg nem azért, mert reklám, meg mit tudom én, de bármit, de az is, de tényleg tök jó sör, úgyhogy gyertek be hozzánk az ittszerbe és kóstoljátok meg. Mondom, napközben nagyjából szinte mindig ott szoktunk lenni mi is, úgyhogy ennyi, és hát köszönjük szépen, hogy ma is itt voltatok velünk, és hogy néztetek minket, és hogy mindig néztek minket. Még inkább köszönjük azt, hogyha fel is iratkoztok a csatornánkra, és találkozunk jövő csütörtökön, ugyanebben az időpontban a téma megváltozik. És tudja, hogy elfelejtetted? Mit? Hajrá, sényű. Igen, hát kösz, hogy emlékeztetél. Ezt tartogattam az elején. Jó, hogy is, kurva szádat. Egyet akartam mondani. Hajrá, sényű.